Jó estét kívánok! Az a helyzet, hogy a Tüttő-Dömsödi hatházi csatársorral futunk ma ki a pályára. Azt hiszem, ez már nem kell semmit hozzátennem. Bemutatom azért a vendégeket tisztességesen. Itt van Tüttő Kata, az MSZP elnökségi tagja, Dömsödi Gábor közgazdász, újságíró és Hatházi Ákos független országgyűlési képviselő. Úgyhogy szerintem pont szerző pozícióban leszünk ma este az önök szemében. Elmondom a nap kérdését, lehet még változtatni a szavazati arányokon, úgyhogy nyugodtan még most menjenek fel az ATV honlapjára és kattintsanak belátásuk szerint. Nem nagyon megosztó a kérdés, mondom, hogy milyen szavazati arányok voltak a műsor kezdetekor. A diplomás magyaroknak már 8%-a él külföldön, ez amúgy egyedülállóan magas arány az európai országok közül. Mi erről az ön véleménye? Tapasztalatot szereznek és majd hazajönnek, így gondolja 9%. Soha nem költöznek vissza, sajnos elvesztettük őket. 91% gondolja így. Na, beszélni fogunk erről is, de nem ezzel kezdjük, mert a nap híre szerintünk az, hogy megszüntették az Elios elleni nyomozást. Ez az első téma. Sötét utcák és terek. Több településen panaszkodtak a lakók, hogy alig látni szürkület után. Ezeken a településeken az Elios végezte a közvilágítás korszerűsítését. A Tiborcz féle cégcsoport és annak tulajdonosi köre. A miniszterelnök vejéről és eltűnt milliárdokról beszélt a nyomozás megszüntetése után az MSZP. Harangozó Tamás szerint csupán a családi kapcsolat miatt szüntette meg a nyomozást az ORFK az Elios ügyben, annak ellenére, hogy az OLAF szervezett költségvetési csalásra utaló bizonyítékokat tárt fel. Tegnap este tehát a hatóságok nyíltan az ország tudtára adták, hogy vannak érinthetetlen emberek, akik a politikai, családi kapcsolataik miatt szinte bármit megtehetnek büntetlenül. Most éppen 13 milliárd forintot tiborcoztak el, körülbelül ez az összeg, amelyet az Európai Bizottság visszakérhet. A Párbeszéd EP képviselője szerint az ügy az egész országot veszélyezteti, mivel a magyar kormány megelőlegezte az Elios projektek kifizetését. Kommentált az ügyet már az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrzési Bizottságának néppárti elnöke is. Szerinte az ügy miatt megkérdőjelezhető a magyar bűnöldöző hatóságok függetlensége. A kormány úgy reagált, hogy az Elios jelentés nem volt más, mint egy brüsszeli kampányjelentés. Na, történetesen itt van az az ember, aki ezt az egész ügyet elindította, Hatházi Ákos. Hozzászól elsősorban a kérdés, de mindannyiatokhoz, hogy mire gondolt Hatházi Ákos és a többiek akkor, amikor meghallotta ezt a hírt, hogy megszüntették a nyomozást. Szerintem arra, hogy neki is külföldön, nem arra, neki is külföldön kéne lenni diplomásként a 8%-kal. Hát ezt nem, erre pont nem. Pedig van egy jó szakmája. Erre pont nem, de nyilvánvalóan egy egészen gyalázatos és egy egészen elképesztő, sok minden, sok szempontból egyébként nem is értem, hogy ezt most miért most, én ezt mást vártam, hogy máshogy fogják ezt megoldani, úgymond ezt az ügyet, de azért hagyj legyek optimista, mert én mindig szeretem mindenben a jót megtalálni. Ugye ebben az ügyben talán az lehet a jó dolog, hogy Polt Péter beszállt az Európai Uniós ügyészségért folytatott aláírásgyűjtő kampányban pozitívan, hiszen ezzel szállította tulajdonképpen a legegyértelműbb bizonyítékot, hogy miért kell aláírni, és biztatok mindenkit, hogy ahogy eddig is töltsék le azokat az íveket, gyűjtsék le ezeket az íveket, ennél jobb indok, hogy miért van szükség Európai Uniós ügyészségre, ez nem lehetne. Most a másik, ami, tehát ez sajnos tényleg azt kell mondanom, hogy beszállt a kampányban, és mellettünk szállt be Polt Péter. Azért nyilván ami számomra a kérdés, az az, hogy miért most és miért így. És ezt tényleg nem értem, mert úgy szokta csinálni az ügyészség az ennyire egyértelmű ügyekben, hogy elhúzza a nyomozásokat. Tehát elkezd nyomozgatni az öveges programba, Farkas Flórián ügyében, Simonkánál is ezt csinálták, évekig nyugodtan ezt is elhúzhatta volna, átteszi az egyik helyről a másikra. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ugye? Az is hatházi ügy. Az is nagyon hasonló ehhez. Azt se kapkodják el. De miért kellett volna megtenni? Tehát, hogy miért kellene a látszatra adni? Azért kérdés számomra, mert ezt az ügyet nagyon ismerik Nyugat-Európában. Tehát az a benyomásom nyilatkozatokból, beszélgetésekből, hogy ezt az ügyet azért konkrétan a legmagasabb szinteken is ismerik, és bizony ezzel az üggyel tulajdonképpen odadobja nekik a kesztyűt. Tudni kell, hogy már most is 1000 milliárd forintot visszatartott Brüsszel, és nem csak visszatartotta, hanem
definiálta is, hogy leállítja ezeket a programokat, aminek az lesz a következménye, hogyha január 1-ig nem jönnek ezek a pénzek, akkor már azonnal nagyon cudarvilág lesz, mert a magyar költségvetési hiány megduplázódik. Ehhez képest most váltott a kormány, eddig mindig úgy csinált, minthogyha ő valamit akarna tenni ezekben az ügyekben, de váltottak, és kvázi az lehet a magyarázat, hogy őt nem érdekli a magyar költségvetés, nem érdekli azt, hogy ebből a magyaroknak ez rossz lesz, hogy ezeket a pénzeket nem küldik, hanem ő ezt föl fogja használni a következő hónapokban egy ilyen Európa ellenes kampányban. Ez lehet a magyarázat, és elnézést, elveszem itt a... Nem akarom, látom, hogy van idő még hozzászólni, de rutinos televízió. De amire fölhívnám itt még a figyelmet, ezt a pénzt vissza kell majd fizetni, tehát 13 milliárd forintot biztos, hogy vissza kell fizetni, ezt nem a Tiborcz fogja visszafizetni, nem a miniszterelnök fogja, nem Polt Péter, ezt a magyar adófizetők, ezt mindannyian fogjuk közösen visszafizetni ezt a pénzt. Na, Kata Gábor. Igen, tehát, hogy szerintem ma a legfrappánsabb mondatot hoztam el, amit olvastam, nem emlékszem, hogy ki írta, de gyakorlatilag az arról szólt, hogy nyomozás hiányában megszüntették a bűncselekményt. Tehát, hogy erről szólt ez a mostani ügy. Én ezt ilyen lakmuszpapírnak tekintettem, tehát hogy az Elios ügye mi fog történni. Tehát ha bárkinek még kétsége lenne afelől, hogy van-e a kormánytól független ügyészség, akkor szerintem ez az ügy az egyértelműen meg tudta mutatni, hogy nincsen. Ez olyan érdekes, hogy ígérem, hogy Gábor folytathatja, de Ákos is úgy fogalmazott, hogy gyalázat, ami történt. Egy normális országban, egy kereszténydemokrata, liberális jogállamban, egy ilyen döntés után egy ügy véget ért. Tehát valakit a bíróság felment, bűncselekmény hiányában, vagy a rendőrség, vagy az ügyészség úgy, akkor az egy ártatlan normális ember. Az ország normális, tehát azt nem mondjuk, az ország az normális. Az, ami történt, az botrány. De nem az első botrány, az x-edik botrány. Ákosnak tökéletesen igaza van, hogy egy újabb érv amellett, hogy az Európai Ügyészségért aláírásokat kell gyűjteni, aláírásgyűjtő lapok nálam is igényelhetőek. Tehát én is benne vagyok ebben a történetben, és én is gyűjtöm az aláírásokat, és szervezem a csapatot. Tehát nálam is. Az meg, hogy ez itt mi történik, nekem Ákos szakmájáról eszembe jutott Vajna Tímea, és a Vajna Tímeáról eszembe jutott a macskája, és a macskáról meg eszembe jutott, hogy mit csinálnak velünk. Azt, amit a macska csinál az egérrel, szórakozgat vele egy kicsit, mielőtt megenni. Tehát már kinyírta az egeret, de élvezi, hogy azért ő az úr. Orbán Viktor ugyanazt csinálja velünk, ezt is megcsinálhatom, gyerekek. Még elengedettem azt az egeret egy fél méterre, és akkor is meg tudom fogni. Mi vagyunk a kivéreztetett egér, és még kapunk 3-4 pofont, hogy az ő adrenalin szintje megfelelő legyen, és a vadász szenvedélyét kiélhesse. Ez történik. Csak még egy nézőpontot, ami ritkán hangzik el, mert hogy mindig a pénzről beszélünk. Arról beszélünk, hogy mennyibe került nekünk ez a közvilágítás. De arról nem beszélünk, hogy lehet úgy is túlárazni egy beszerzést, hogy az jól működjön, meg lehet úgy is, hogy az nem működjön jól. És ma az a helyzet, hogy mind a lakossági beszámolók alapján az összes érintett település, mindegy, hogy zalaegerszegi vagy budapesti beszerzésről van szó, az az eredmény, hogy sötét van. Tehát, hogy azokban az utcákban, ahol ezek a lámpák kellene, hogy világítsanak, ott sötét van. És most érezzük, hogy ez nem az éjfél problémája, hanem amikor délután jönnek haza a gyerekeink az iskolából, és a járda nincsen rendesen megvilágítva, vagy azt szoktam kívánni ilyenkor azoknak, akik egy ilyet felszerelnek, hogy egyszer érezzék át azt, amit én átérzek nőként, egy kivilágítatlan járdán. Azt a típusú... Tibor átérezte, mikor bemenekült a Mercedesébe a közgázon, tehát, vagy hol vizsgázott, ahol átérezte, rossz, fél, gyáva volt, félt. Igen, csak kedves vendégem, arról megfeledkeztek, hogy kirobbant ez az ügy 2018 tavaszán. Azóta se világítanak a lámpák. Nem világítanak a lámpák, valószínűleg nők ezreiben benne van ez a szorongás, amiről te beszéltél. Majd április 8-án a Fidesz kétharmaddal megnyerte a választásokat. Miről beszélünk? Ez egy nagyon fontos kérdés, amiből nagyon sokan, ebből a tényből sokan rossz következtetést szoktak levonni, és
hangsúlyozom itt is, nagyon sokszor hallom. Milyen nagyon, jó következtetés nagyon, lehet nagyon mérges vagyok. A rossz következtetés az az, hogy a magyarokat akkor ez nem zavarja, nem üti át a inger küszöböt, ott a jó válasz. Nem tehát tudja. Ez nem igaz, hogy nem üti át az inger küszöböt. Aki hall róla, aki ismeri hát, ennek a részleteit, igenis, hogy fel van háborodva. Maga az aláírás gyűjtés is ezt mutatja, annak az egész dinamikája az, hogy ennyire jönnek az emberek, ennyire gyűjtik az emberek, nincs más, tovább kell gyűjteni, tovább kell dolgozni, ezt mutatja, de ott van a jó válasz. Nagyon sokan nem hallanak róla. Ma a magyaroknak 70-80%-át egész egyszerűen ezek a tények nem érik fizikailag el. Nem fizikailag érik nem érik el, nem hallanak róla. Vagy hogyha hallanak róla, akkor azonnal olyan kontextusban, hogy egy picit hall róla, utána pedig lejáratom, hogy ugye a mocskos Brüsszel, meg a mocskos hatházi, meg a mocskos ellenzék, mert menekülteket akar behozni, akar de ugye a fene behozni, ez van. Szerintetek a magyarok többsége nem gondolja azt, hogy egy korrupt országban él? Nem, András, egyszerűen arról van szó, beszéltünk már erről. A magyarok többsége nem ebben akar élni. A félelem felülírja a racionális gondolkodást. Az a típusú félelem, amit a kormány ezzel az egész migráns kampánnyal, a jönnek az afrikai kanibálokkal keltett, az igenis részben felülírja a racionális érveket. Egyrészt tehát itt nem csak egy lába van, de sok másrészt meg nem jutnak el van a racionális érvek. Tehát azt kérdezted, hogy a magyarok nem tudják, hogy egy korrupt országban élnek, de a magyarok tudják. Ha ezt a kérdést felteszed, akkor a magyarok döntő százaléka azt mondja, hogy tudja. Utálja is a korrupció. De a magyarok azt mondják, hogy amikor az MSZP volt kormányon, akkor is korrupt volt ez az ország, és most is korrupt ez az ország. Én idefelé a dugóban hallgattam egy rádiót, és egy egyébként ellenzéki gondolkozású ember elmondta, de ők is loptak. Mire a műsorvezető szeriden megjegyezte, hogy az nem is lopás, hogy ők is hazudtak, bocsánat, hogy az nem is hazugság volt, az csak apró lódítás ahhoz képest, ami történik. Nagyon nehéz különbséget tenni. Hány éve mondta azt Lánci András, hogy amit korrupciónak hívnak, az tulajdonképpen a Fidesz legfőbb politikájának a lényege. Tehát ilyen szempontból egyébként a rendőrségnek teljesen igaza van, nem történt bűncselekmény. Hadd térjek egyetlen mondatba vissza ehhez, mert ugye ez az összehasonlítás. Amit most látunk, ez nem abban különleges, és a Tibolci jól megmutatja, nem abban különleges, hogy milyen sokat lopnak, tehát hogy most itt lopnak kevesebbet, itt a módszer a lényeges, és a Tibolci ügynek ez a lényege, hogy ezt hálózatban, ez nem jöhetett volna úgy létre, hogyha ehhez nem asszisztál kőkeményen 40 nem tudom hány polgármester, ugye amikor már Szekszárdon is, és ugye én koronatanú voltam, Szekszárdon már azelőtt fölhívta a polgármester a Tibor cégét, mielőtt egyáltalán megjelent. Tehát ennek az egész ügynek a lényege a rendszer szint, az, hogy a legmagasabb szintekről, miniszteri szintről, polgármesteri szintekről szervezik ezeknek a pénzeknek plusz, az ellopását. Plusz hát az miniszterelnök veje, könyörgöm. Hát a miniszterelnök veje. Azt mondtad, Gábor, hogy az emberek nem tudnak róla, a netadó utcára tudta vinni az embereket. Arról tudtak. A netadó utcára vitt X számú fiatalt, akik csináltak egy marha jó képet az Erzsébet hídon a mobiltelefon, ami bejárta a világot, és meg is ijedtek tőle. De tehát ez nem ugyanaz, mint az ország lakosságának a 95%-a, akihez nem jutnak el a hírforrások. Egyetlen egy érv van emellett, amit el szoktak mondani, de az RTL híradóban is beszámolnak róla, de az RTL híradót nem biztos, hogy annyian nézik, és nem biztos, hogy azok nézik. Egészen rétegződöttek a nézettségi szokások is, és azért ne felejtsük el, hogy ma már a kereskedelmi tévéket se nézik. Hát mi annak idején 10 évvel ezelőtt a közszolgálati televízióban csináltunk 2 milliós nézettséget, ma meg egy 500 000-es nézettség nagyon jónak számít egy kereskedelmi adóban is. Jó, átalakultak a médiafogyasztási szokások, nagyon. Az kétségtelen, de azért minket is néznek például. Nem is kevesen. Persze az igaz, hogy a békebeli nagy nézettségekhez képest hát minden persze. Televíziónak. Hát persze. Jó, oké, tovább kell mennünk, pedig marra érdekes, amiről... szerintem az egész műsorban mindig. Amiről beszélünk, majd egy kicsit az amerikai kampányon behozzuk ezt az időt. Avval folytatjuk, hogy a diplomás magyaroknak már a 8%-a él külföldön. Ez azért meglepő, mert nincs még egy ilyen ország a régióban, ahonnan a szellemi elit megy el a legnagyobb számban. Ez a következő téma. Amíg a magyar jövedelem a fele a nyugat-európai átlagnak, alig ha fog leállni a kivándorlás, állapította meg a Tárki Társadalmi Riport kötet egyik tanulmánya. A legszomorúbb, hogy a diplomás magyaroknak már 8%-a él külföldön, ez pedig egyedülállóan magas arány az európai országok közül. A Tárki becslése szerint az elvándorlók létszáma tavaly meghaladta a 300 000-et, a kivándorlás pedig minden évben legalább 1%-kal nőtt.
Ugyan létezik némi visszaáramlás, de mégis a kivándorlás aránya a jelentősebb. A Policy Agenda intézet friss kutatása pedig azt állapította meg, hogy kimagasló módon egyenlőtlenek Magyarországon a keresetek. A személyi jövedelemadó bevallásban szereplő adatok szerint a munkaviszonnyal rendelkezők 34%-a, azaz 1.450.000 honfitársunk havi átlagban még a minimálbért sem keresi meg. Na, nagyon leegyszerűsítve azt mutatta meg ez a kutatás, hogy Magyarország nem tudja megtartani a szellemi elitjét és a szakembereit. Miért? Szerintetek miért? Ezer ok lehet, pénz, magasabb ott a fizetés, itt nincs, nem jók a munkakörülmények, karrier lehetőségek, fejlődési lehetőségek, rossz kerül az ország. Nem titok, tehát hogy nagyjából el is sorolt. Tehát a legfontosabb ok, de ugye nyilván ezt nem zsigerből mondjuk, hát meg is kutattuk, meg is kérdeztük azokat, akik elmentek. A legfontosabb az, hogy olyan bért szeretnének kapni, olyan fizetést, amiből meg lehet élni. Ez ma a többségre nem igaz, akik itthon dolgoznak. Hogy szeretnének egyről a kettőre jutni ebben az országban. Ehhez is nem csak fizetés kell, de olyan egy olyan átlátható rendszer, amit azért nem a korrupció sző át ilyen mélységében. De fontos az is, hogy milyenek az iskolák. Tehát egy családnak, egy anyának az nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerekeit olyan iskolába járathassa, ahonnan látja a jövőjét. És ugyanilyen fontos az, hogy ne rettegjünk attól, hogyha kórházba kerülünk, és az is fontos, hogy gondoljuk-e azt, hogy lesz-e nyugdíjunk. Én nem gondolom, hogy nekem ebben az országban még jut nyugdíj. Ezek együtt alkotják nagyon-nagyon fontos összetevőit annak, hogy miért mennek el innen az ember. Jó, Hadházi Ákos miért van itt? Tehát azt gondolom, hogy állatorvosként holnap után kezdhetne Franciaországban, Németországban, Nagy-Britániában vagy az Egyesült Államokban. Ez némileg meg is nyugtat, tehát azt szokták, hogy én miért merem ezt vállalni, meg miért csinálom, ez egy bizonyos megnyugtató dolog, hogy az embernek van egy olyan szakmája, amiből azért még itthon is megélek, de odakint is megélnék. Én azért vagyok itthon, mert hogyha az édesapám itthon maradt, meg a nagyapám itthon maradt, amikor elvették a földjeit, meg a másik nagyapám, amikor kitett a forradalom után a szószékről egy sokkal kisebb faluba, és ők azt a 40 évet átélték, és én elmennék, akkor az ő vállalásuk is teljesen fölösleges lett volna. Tehát nem vagyok hajlandó elmenni, és nem is fogok elmenni. A nagy orvos hiányban majd nem fogják elengedni az állatorvosokat, mert gondolják, jobb az állatorvos doktor, lesz, még az mint is, a jogász doktor. Felcsernek még az is jó lesz. Én itt ebben a hírben ehhez hagy mondjam el, hogy én nem nagyon egy másik hír, egy kis pici hír volt, hogy ki szólalt fel a parlamentben, és ki nem, én sem szólaltam fel még a parlamentben. Azért, mert egész egyszerűen nincs kedvem hülyeségekkel beszélni. Az előző ciklusban azért még sokszor elmondtuk, és fölhívtuk a figyelmet az elvándorlásra, a kivándorlásra, és erre mindig azt mondta a kormány, hogy jaj, de hát a Romániából is kimennek sokan, meg lengyelektől is kimennek sokan. Ami egyébként igaz, de én miért örüljek azért, mert a másik beteg. Tehát ez olyan, mintha örülnék annak, hogy persze másik is ugyanolyan beteg. Itt a mai hírben viszont innentől kezdve még ez az összehasonlítás sem igaz, mert mi abban elsők vagyunk, hogy a diplomás emberek, tehát azok az emberek, akikre egyébként a legtöbbet költöttünk az adófizetők pénzéből, hogy azok diplomás emberek legyenek, azok elmennek, ez valóban egészen akik tragikus. A legnagyobb befizetői lennének egyébként az adóbevételek. Akik a legnagyobb értéket tudják előállítani ma. Az én nagyapámnak is elvették a földjét, nem ment el. Az én apám is 56 után gépkocsi vezető volt, egyetemi oktatóban vagy katonai akadémián tanított, ő sem ment el. Ez nem érv, hát valakinek már megjöhetne a családban az esze. Tehát, de úgy látszik, hogy vannak ilyen genetikai torzvonalak, hogy a kalandot keressük, de én most mégis úgy érzem, hogy van egy kis gond, hogy nem mentem el, és most már egy kicsit megbántam, hogy 40-45 éves koromban nem mentem el, és nem a pénz, meg nem az oktatás, meg nem az egészségügy, amik mind valóban meglévő problémák. Tehát engem nem ez készít ki legjobban. És ez most jutott eszembe ebben a pillanatban, ez a Helios ügy, hogy nincs meg a jogállamiság. Tehát már a reményed sincs meg se a rendőrség előtt, se a bíróság előtt, se az ügyészség előtt arra, hogy a jognak megfelelő döntések fognak születni, és ez nagyon elkeserítő. Amikor ilyen történik egy országban, akkor már nem lehet nagyon mit keresni, mert akkor a Hadházit is be lehet zárni, akkor a Dömsödit is be lehet zárni, és az a rossz hírem, hogy téged is be lehet zárni. Mert miért nem lehet ráhúzni az Andrásra azt, hogy ő hazaáruló, vagy rám, hogy hazaáruló vagyok? Hogyha nem történt meg az a bűncselekmény, ami megtörtént,
És itt van az a probléma, ahol nagyon nehéz élni, mert az, hogy alacsony a fizetésed, meg lehet, hogy meghalsz, hát ezt az ember vállalja, ezt a kockázatot. Hát azért nem mindenki ugyanúgy értékeli. Csodálkoznak, ugye? Hát bocsánat, de én 61 évet leúsztam ebben az országban, tehát én már egy kicsit túlmentem ezen. De figyelj, ha holnap engem elvisznek, ígérd meg, hogy azért néha bejössz hozzám. Én beszoktam tehát, menni a barátaimhoz, akiket elvisznek. Hozol zacskod, mert akkor te adtad az ötletet. Azért én azon rugoznék még egy kicsit, tehát hogy próbálnám megtalálni azt, hogy ebben mennyi az, ami egy világjelenség, és mennyi a magyar kormány, az Orbán kormány sara. Mert az kétségtelen, hogy a világ nagy részén eltűntek a határok, és egyre több ember gondolkozik úgy, hogy nem ez az ország, hanem ez a bolygó az én otthonom. Ezen belül ott élek, ahol szeretnék, vagy ahol néhány évet kedvem van eltölteni. Ott ez az értelmiség 8%, ott van az Orbán sara, mert a vízvezeték szerelő Lengyelországból is meg arról van szó, tehát Nyugat-Európában, és már ezt is szokták mondani, hogy Nyugat-Európában is van, hogy átmegy egyik országba, másik országba, csak aztán ő haza is megy. Itt meg valóban nem nagyon várható. Ugye csodálkoznak, hogy csökken a népesség, és ugye beszélünk a családokról, és ugye hirdetik, hogy majd legyen minél több család, ami rendben is van, legyen minél több család. Szerződést köt a miniszterelnök. Aláírtatok már egyébként? Végül is nem veletek konzultálnak? Én azt mondta a választások után, hogy minden nővel szerződést köt. Mi a mindenkori kormányok felelőssége van? Tehát, hogyha nem autószerelő üzemeket építenénk itthon, hanem az a régi terv, hogy egy ilyen tudásalapú gazdaságra állunk át, ahol jól képzett magyar polgárok olyan munkát végeznek, amivel értéket termelnek. Nagyon fontos adat, tehát csak érdemes megnézni. Egy osztrák polgár annyit termel, mint egy magyar, egy bulgár, egy román, meg egy szlovák együtt. Ez okozza ezeket a különbségeket. Tehát ha a magyarok ma nem összeszerelő üzemekben pici hozzáadott értéket, óránként 1-2000 forintot adnának hozzá, hanem repülőgépeket terveznénk, és óránként 100.000 forintot adnánk hozzá, akkor meg tudnánk fizetni ezeket az embereket, és itthon maradnának. De ez a... Nem záródott az oló, az a baj, hogy a rendszerváltás óta nem záródott az osztrák érték, hozzáadott értéktermelés és a magyar hozzáadott értéktermelés között. Összeszerelő üzemeknek és ezeknek a nagy külföldi cégeknek is van létjogosultságuk. Ezek is azért beszállító is van, munkakultúrát teremtenek. Tehát ezt nem lehet általánosságban megfogadni. De nem is szélsőségeket Az a probléma, nem az a baj, hogy itt vannak ezek az összeszerelő üzemek, hanem hogy nincs szakember. Fejpénzt fizetnek, hogy egymástól lenyúlják a szakképzett munkaerőt, nincs szakképzés. És egyébként a szocialista kormány óta nincs szakképzés, tehát a Gyurcsány 2006-ban megígérte, hogy a szakképzésre ráfekszenek, és azóta csak romlott a helyzet. Ők se tettek semmit abban a 4 évben, és azóta sem történt semmi, nincs szakképzés. Ákos, még nagyon akart valamit mondani. Hogy miért nincs gyerek, és miért mennek az emberek, nem látják a jövőt. Tehát ez ilyen egyszerű, nem látják azt, hogy Magyarországon jövő van, nem látják azt, hogy kiszámítható lehet. Hiába ad ő most akármilyen kedvezményeket, nem ad egyébként olyan nagy kedvezményeket, de akkor, hogyha nem biztos abban, hogy ez 2 év múlva, 4 év múlva, 5 év múlva jobb lesz, akkor elmennek, és nem lesz gyerek, és nem születik. De ez tipikusan nem egy nemzetállami ügy szimplán. Tehát, hogy ez megint egy olyan kérdés, amit be lehetne vinni az európai csatatérre, nem más típusú ügyeket. Amivel a visegrádiak, a horvátokkal, románokkal, bulgárokkal, a balti államokkal kiegészülve együtt okoz ez nekünk gondot. Tehát se egy magának az Európai Uniónak, a közösségnek nem érdeke az, hogy kiürüljön egyébként ez a térség teljesen. Mert hogy ez minden szeletében gond. Gond az oktatásban, az egészségügyben, gond a gazdaságban. Tehát, hogy ebbe erre lehetne közös megoldáson gondolkozni, és ez lenne feladatunk egyébként. Lépjünk, kérem szépen, nagyon röviden és komolyan egy pár gondolat a babonáról. Ugyanis a NAP grafikonja az arról szól, mennyire hiszünk mi magyarok a babonákban és az összeesküvés elméletekben. Ezt megmérte a Political Capital adatai, vagy a Political Capital kérdései alapján a Medián, egy 1200 fős mintán, ez egy reprezentatív felmérés, tehát 1200 ember az már egy abszolút tudományosan megalapozott vélemény. Elmondom, hogy mit látnak az ábrán, ugye a hosszú zöld vonal az mindenhol az igen válaszokat, százalékát mutatja. Az első kérdés úgy szólt, hogy a politikusok gyakran nem mondják el döntéseik valódi indítékát, 65% véli, hogy ez igaz. Nagyon sok fontos dolog történik a világban, amelyeket eltitkolnak az emberek elől,
ezt is 62% igennek érzi. Vannak olyan titkos szervezetek, amelyek nagyban befolyásolják a politikai döntéseket, aztán azok az események, amelyek látszólag függetlenek egymásról, gyakran titkos tevékenységek eredményei, és a kormányszervek szorosan megfigyelnek minden állampolgárt, még ezt is igaznak tartja a válaszadók 34%-a. Na, babonásnak tartjátok-e? Ti magatok babonásak vagytok? Senki? Szerinted? Lekopogom. Ez vicces volt. Nem tudom, semmilyen babonád nincs, Gábor? Nekem? Te igen. Szerinted nekem van babonám? Tudom is én, tehát azt nem, el tudom nem képzelni, hogy átmész a létre alatt, meg leteszed a táskádat a földre. Hát átmegyek a létre alatt, hát majd körbe megyek. De nem. Tehát ez az adat azért kicsit izgalmasabb lenne, ha látnánk mellette, hogy mit gondolnak ugyanerről az osztrákok, mit gondolnak ugyanerről a németek. Tehát hogy ez mennyire az emberhez kötődik, és mennyire sajátosságunk ez, hogy ez hogy változott. Ezek egyébként nem babona kérdések voltak. Nem csak babona kérdések voltak, sőt, sokkal inkább arra. Nem, azokat a kérdéseket szedtük ki ebből a felmérésből, ami politikailag releváns. Jó, de ugye, tehát kicsit mögötte van az, hogy nyilván akik hisznek az összeesküvés elméletekben, jönnek a migránsok, azok politikailag is könnyebben megvezethetők. Ebben nekem az lenne az érdekes, igazán akkor lenne ez érdekes, hogyha lenne mondjuk egy 4-5 évvel ezelőtti felmérés is. Mert az elmúlt években érdemes lenne összevetni az elmúlt éveknek a legveszélyesebb, a legveszélyesebb tendenciája, ugye, hogy ezek az álhírek, ezek az összeesküvésekről szóló álhírek gyakorlatilag egészen hatalmas teret kaptak, és valószínűleg tartom, hogy ezek a felmérés eredmények, ezek néhány évvel ezelőtt másról szólnának. Emlékeztek arra, hogy a választások előtt komolyan hittek benne emberek, hogy Soros György pártot alapít és elindul a választásokon? Tehát igen, Soros György miniszterelnök akar lenni Magyarországon. Foglalkoztak ezzel a pszichológusok sokat, hogy miért hiszünk ilyesmiben. Tehát erre van egyébként magyarázat, hogyha ez most így érdekes lehet. Egyrészt akarjuk érteni a körülöttünk lévő világot. Tehát mindannyiunkban van egy vágy, hogy megmagyarázzuk a körülöttünk lévő világot, és azt sem szeretnénk hinni, hogy a dolgok véletlenül történnek. Tehát, hogy akár egy katasztrófa, akár egy támadás véletlenül történik, jobban szeretjük azt hinni, hogy van, akinek a kezében van kontroll, ott az irányítás. Ez nekünk nagyobb biztonság. Jó, és mit kezdjünk azzal, hogyha ezt a mondjuk mindannyiunkban bennünk lévő igényt, ezt a politika aljasul használja. Hát de használja is. Oké, de akkor most a kérdésedre válaszolva, babonás nem vagyok. Összeesküvés elméletekben általában nem hiszek, azt viszont hiszem. Hogy téged hogy üldöznek? Nem, azt viszont nem. Ez tény. Abban viszont egészen biztos vagyok, és akkor így módon összeesküvés elméletben hiszek, hogy valaki azt mondta, hogy oké, most a magyar népnek a figyelmét mivel lehet elterelni. És valamivel mindig elterelték. Hol rezsicsökkentéssel terelték el, hol migránsokkal, hol Sorossal, valamivel mindig elterelték a figyelmet, pont a lenyúlásokról, a lopásokról, arról, hogy csökken a jogállamiság, arról, hogy most már nem lehet tüntetni nemzeti ünnepeken közintézmények előtt, meg központi helyszínek előtt, tehát napról napra elvesznek a jogainkból. Most már lassan kevesebb jogunk van, mint a szocializmusban van, és ebben az összeesküvésben hiszek, hogy ez ellen, a józan ész ellen összeesküdtek a politikusok, méghozzá azok, akik most hatalmon vannak, a Fidesz-KDNP politikusok. Ebben teljesen hiszek, úgyhogy ha erre vonatkozna a kérdés, akkor én is az igennel szavazok. Ugye ez egy nagyon fontos kis kérdés volt, hogy mit tegyünk ezekben az esetekben. Nagyon nehéz megmondani, mert ezt a fajta rendszert, ezt a dezinformációs diktatúrát, ami Magyarországon van, ez a félretájékoztatásnak a diktatúrája, ugye ezt más országokban is csinálják, ezt csinálják az oroszoknál, Venezuelában, törököknél, Amerikában is. Ugye, és tehát ezt nem az Orbán találta fel, ezt lopták ezt a rendszert is, sőt korábban sajnos ugye csinálták más országokban is, de ezt a fajta rendszert, hát a fasiszták is csinálták. Ugye egy picit más volt, mert ott ugye egy fizikai erőszak ismerve jött, de magát ennek a fajta rendszernek az ellenszerét még eddig semmilyen országban nem találták fel. Én azt hiszem, hogy nem tehetünk más, mint bízunk azokban az emberekben, akik hajlandóak és tudnak mélyebben utána nézni dolgoknak, és azoknak bizony emberről emberre el kell mondani az igazságot. Hagy mondjam megint, az aláírásgyűjtés erről szól, és engem ezért biztat nagyon az aláírásgyűjtésnek a mostani menete, hogy nagyon sok olyan ember van falvakban és kisfalvakban is, akik gyűjtenek, és ezek egymásnak elmondják az igazságot. Most más
abban egyelőre nem nagyon tudunk bízni. Tudsz számot mondani, Ákos, hogy hol tart most a... Éppen ezért nehéz, mert olyan sokan gyűjtik, hogy most csak satszolni szeretnénk. Én remélem, nálam hogy jövő is van néhány száz év, európai most ügyészség. Most még folyamatosan mennek ki az évek. Mennek is ki az évek, nagyon sokan gyűjtik. Most azt tudom mondani, hogy ezelőtt egy héttel olyan 200 ezerre lehetett becsülni, ennél valószínűleg jóval több van, de nem akarok többet mondani, mert én általában mindig tényekkel szeretek dolgozni, jövő hét végére tudunk majd pontosan. Csak az összeesküvés elmélet. Nálam megkétszereződött az elmúlt héten az aláírások igen, száma. Az nagyon jó hét. És akkor igen. Ez akkor is van, hogyha ketten írtuk alá egy igen, helyet. Tehát ez voltam olyan elegáns, hogy nem kérdeztem meg, hogy egyből lett kettő. Ez a hűítés megy ebben az országban, és ezért korrekt a hatházi, hogy nem mond számot. Hagyd mondjak egy példa, hogy nagyon számot ezzel egy holnapi sajtótájékoztatót is előre vetitek. Én holnap lemegyek Szegedre, és egy Sándor falvai lakos, egy idősebb úr fog behozni 2000 aláírás. Sándor falva az 6000 fős község, 2000 aláírást fog behozni, de gyakorlatilag a teljes lakosság harmada aláírta, borzasztóan biztató. Tegnap jött a postán Márta Derecskéről, köszönöm, aki beküldte annak 100 darab aláírást. Szedik az emberek, ezt tudjuk csinálni. Tehát azok, és borzasztó akik, nehéz. Akik, borzasztó akik nehéz, mert tényleg félelem van, igaza van a Katának. Félnek? Van félelem, de én meg borzasztóan mérges vagyok, amikor ezt mondjuk, mert nem kell félni, különösen az aláírás gyűjtésnél, mert azokat az aláírásokat nem fogja látni egyenként a Fidesz, meg fogjuk nekik mutatni, de nem fotózhatják le, az adatok nem fognak odajutni. Ezért kell megbízni abban, és aki nagyon, gyűjti. Nagyon jó élmény, tehát aki gyűjt, az eddig én mindig arról számolom, hogy mennyire jó élmény számára. Ezt tudjuk tenni, tehát ezek ellen, a álhírek ellen, a félretájékoztatás ellen azt tudjuk, hogy aki tájékozottabb, annak bizony el kell mondani a többieknek. Egy dolgot megkérdeznék, ha kutató lennék, mert ez érdekes dolog lehet, mert azt látjuk, hogy ott, ahol hogy mindegy, hogy mi az összeesküvés elméletnek a tárgya egyébként, de ha egyiket elterjesztjük, akkor a másikra is fogékonyabbak lesznek az emberek. Tehát az egy érdekes kérdés, hogy mondjuk a Soros kampány, az milyen hatással van arra, hogy a szülők megtagadják a védőoltást a gyerekeiknek. Mert hogy látjuk egyébként, és ez ugyan igazi veszélyt jelent, tehát ez igazi veszélyt jelent a magyar emberekre, ha a szülők megtagadják azt, hogy a gyerekeik védőoltást kapjanak. Tehát 10 000 család utasította vissza értsem az összefüggést, arra gondolsz, Kata, hogy ugye Soros Györgynek voltak olyan, vagy vannak olyan szervezetei Magyarországon, akik ebben is felvilágosító kampányt folytatnak. Az anyatejjel táplálás, az oltások fontossága. Nem csak az, hogy ezeket kinyírják, azzal ezeket az edukációs formákat is kinyírják. Is. Erre gondolsz? Nem feltétlenül. Tehát azáltal, hogy elhitetik az emberekkel, hogy Soros György olyan háttérhatalmat működtet, ami a magyar és az európai kereszténység összetörésére, megszüntetésére törekszik, tehát hogy ez egy létező dolog, és ezt a magyar kormány terjeszti, ezt a hazugságot, hogy vajon ez hatással van arra, hogy mások meg elhiszik, emiatt amit olvasnak, nem oltatja a gyerekét. Hogy a védőoltások meg szintén a háttérhatalmak terméke, és arra van, hogy tönkretegye az emberiséget. Tehát aki olvas ilyen védőoltás ellenes kiadványokat, ott szintén találkozik háttérhatalmakkal, nagytitkokkal, gyógyszergyárakkal, Biztos, hogy borzasztó nagy probléma, és nagyon érdekes kutató szemmel, de engem pragmatikus emberként az érdekelne, hogy amit az Ákos mondott, hogy aláírásgyűjtés és félelem. Tehát valóban egy nagy helyen nincs félelem, de egy kis helyen meg az a megoldás, mert ott elképzelhető, hogy a politikusok figyelik, hogy ki írta alá, ha például én kiállok a Pásztói piacra, ott meg az a megoldás, házról, hogy házra, odaadni házról házra olyanoknak, akikben megbízunk, mint annak idején az Illegalitásban, Cseh Tamás nagyon jót énekelt erről, az Illegalitás című, amikor a Komcsinak a lányát elvette. És akkor így kell csinálni, mert akkor garancia arra a hatházi személye meg, aki gyűjti az aláírást, hogy tényleg nem kerül avatatlan kezekbe. Nagyon sokan így csinálják, a saját környezetükben gyűjtik, ismerik egymást, gyűjtik ezeket az aláírásokat, és ezek az aláírások nem fognak oda menni. Az európai megszámolhatja, a Fidesz utolsó megszámolhatja, amit nem csinált, nem fényképezheti le. Hát ott vagyunk, nem az 50-es években vagyunk, de hát azért én nem tudom, én idősebb vagyok nálad, Ákos, én ilyen fajta, tehát én azért vagyok szomorú, mert az én szüleim sem mentek tüntetni az utcára, meg a barátaink se, pedig mindenkinek lett volna rá oka. Ebédlőasztalnál mondták csak el a véleményüket. Ezért vagyok én nagyon pessimista, de bizonyos mértékben most nagyobb félelmet érzek, nagyobb egzisztenciális kitettséget érzek most, mint annak idején. Figyeljetek, most valószínűleg az őrületbe fogom kergetni az én kollégáimat, de persze. Titeket kérdezlek meg arról, egy témát ki kell dobjunk, mert megúsztunk az időbe. Amerikai
félidős választásokról beszélünk, vagy a közigazgatási bíráskodásról? Melyik legyen? Bíróságról beszélünk. Bíróságról. Na látod, egyet, hárman vagyunk. Te leszel a mérleg nyelve. Mindenki azt mond mindenről, amit akar. Jó, egy mondatot mondtam. Játsszuk be Amerikát, majd valahogy belehozom a bíróságba. Majd valahogy belehozom a bíróságba. Akkor Amerikával folytatjuk. Közkívánatra. A demokraták ellenőrzésük alá vonták a képviselőházat, a republikánusok viszont megtartották a szenátust. Így foglalta össze az ATV stratégiai partnere, a CNN, a keddi félidős választások kimenetelét. A demokraták táncos kedvükben voltak keddéjjel. Nancy Pelosi például az unokájával együtt ünnepelte, hogy a pártja 8 év szünet után ismét többségbe került a képviselőházban, és ő ismét házelnök lehet. Atlantában a demokraták annak örültek, hogy soraikból kerül ki az új georgiai kormányzó Stacey Abrams személyében. Nyugat-Virginiában is volt mit ünnepelniük, miután a demokrata Joe Manchint választották meg az állam szenátorának. Texasban viszont a liberálisok reményei nem váltak valóra. Ott ugyanis a jelöltjük Beto O'Rourke alul maradt republikánus riválisával, Ted Cruz-zal szemben. 100 millió dolláros verseny alakult ki azzal, hogy Hollywood és az országos média is bekapcsolódott a kampányba. A világ összes pénze sem ér fel azonban Texas derék népével, az itteni dolgos férfiakkal és nőkkel. Így köszönte meg a szavazóknak Ted Cruz. A konzervatívokat azonban leginkább azt tölti el elégedettséggel, hogy két fontos inga államban, Floridában és Ohioban a színeikben induló jelölt lesz a kormányzó. Kedves Tüttő Kata és kedves Dömsödi Gábor, miért gondoltátok fontosnak, hogy ezzel a témával menjünk tovább? Foglalkozunk kicsit mások nyomorával, ne a sajátunkkal. Tehát, hogy de kivételesen teljesen egyetértek. De miért nyomor? Ez nem átütő győzelem, miért, és nem súlyos vereség senkinek. Elmondom, hogy miért nyomor. Én John Olivert és a Cartoon Presidentet nézem az HBO Go-n. Ez egy rajzfilm, egy tréfás rajzfilm, és egy stand-upos, aki egy fantasztikusan okos pali. És kiderült, hogy az amerikai politikusok között több hülye van, mint a magyar politikusok között. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy Semjén Zsolt egy zseni, ahhoz képest, amilyen idióták ott vannak. És ez azért nagyon jó, hogy az ember nem vágyódik el annyira ebből az országból, mert ha ott ismernéd a kultúrát, meg az ottani hülyéket ismernéd, semmivel nem lenne jobb napod, mint itt. Ezt magyarázd meg, tehát házi állatra lőni helikopterről, erre hogy lehet ráírni? Ott simán olyanokat csinálnak, hát ott a szomszédot lehet volt, lőni. Volt egy főügyész jelölt, aki azt mondta, hogy azért jobb ő, mint a férfi jelöltek, mert ő nem tudja elővenni a nemi szervét, és nem tudja mutogatni, még a férfiak tudják, és ez főügyésznek, egy állam főügyészének jelölt nő volt, ilyen hülye. Hát kikeragjuk a 18-as karikát. Kiragadott mondat a környezetéből, hát tehát azért nem ilyen hülyeséget nem, tehát azért figyelni kell a politikusoknak, hogy ne lehessen kiragadott mondatuk, Gyurcsány Feri is erre faragott rá. Én eddig gondolkodtam, hogy hogy fogom... Hogy hozod be a közigazgatási bíráskodást? Hogy legyenek őszintén. Megvan, és szerintem nagyon fontos. Ugye azt mondtad, hogy ott még több a hülye politikus, mint nálunk, vagy legalábbis ott is sok van. De most mégis van egy nagy különbség, hogy ott működnek ezek az úgynevezett fékek meg ellensúlyok. Tehát az, hogyha van egy olyan elnök például, amelyiknek nagyon nehéz sokszor megérteni a gondolkodását, mert nem biztos, hogy olyan konzisztens a gondolkodása sok mindenben, de mégis vannak olyan intézmények, olyan bíróságok, olyan ugye, többszörös ellenőrzési rendszer, amelyik ezt ellensúlyozni tudja, és tulajdonképpen ez a választás is erről szólt. Hogy jön ide a közigazgatási bíróság? A közigazgatási bíróság bevezetése az nem szól másról, mint hogy oda tegyünk egy olyan új bíróságot, amelyik a legtöbb olyan ügyet, amelyik kellemetlen a kormánynak, ez a bíróság fogja majd tárgyalni. De ezekre a bíróságokra már olyan embereket fognak oda tenni, minden lehetőségük meg lesz, amelyek őnekik kedvesek, és ami a legkülönlegesebb, és ami miatt szerettem volna erről beszélni, hogy a főbíró, az Patyi András lesz nagy valószínűséggel, aki a közigazgatási egyetemnek a rektora volt, egy olyan egyetemnek, ahol 30 milliárdos csalás gyanú miatt egyrészt az Európai Unió is vizsgálódik, de még a feljelentésemre is elindult a nyomozás. Tehát nagyon ritka az, hogy egy feljelentésemre, annak ellenére, hogy mindig tényekkel alátámasztott, elindul egy nyomozás. Elindult a nyomozás. Tehát olyan embert akarnak oda tenni ebbe az új bíróságba,
aki ellen, akinek az egyeteme ellen nyomozás van, én ezt szerettem volna elmondani, aztán a többit beszéltek. Én tökéletesen igazad van. Egyébként Amerikában is nagyon sok gond van, pont a főügyészekkel, meg pont azzal, hogy kikerül be, mert ott is vannak részrehajtó döntések, tehát az sem tökéletes, de teljesen igazad van, mi lehetünk jobbak, mert itt vagyunk Európában, és itt van a lehetőség, tök igazad van. Nem, hát amikor a nyomorról beszéltem, nyilván sok mindenben egyetértünk, én azért nem fogalmaznék ennyire élesen, nem is minősíteném ott a képviselőket, főleg nem kiragadott mondatok alapján, hanem hogy azért ez nem egy egyszerű helyzet, hogy senki sem nyert igazán. Tehát nyilván én nem bánom, hogy Donald Trump nem kapott igazi megerősítést, és hogy a kongresszusban demokrata többség van, de hogy őket is feszíti az, hogy akkor hogy lehet itt tovább menni. Tehát, hogy politikusként is nehéz egy ilyen helyzetet kezelni, hogy a szenátusban republikánus többség van, a kongresszusban demokrata többség, és hogy kinek milyen szerepe kell, hogy legyen, miközben az amerikaiak elvárása. De ezt feszítőnek tartott, Kata? Ez nem egy egészséges dolog, hogy checks and balances, tehát, hogy nem arról van szó, hogy a győztes mindent visz. Igen, de amiket én nem olva... tudja keresztül verni az akaratát kontroll nélkül. Nagyon fontos, hogy legyen kontroll. Itthon látjuk, hogy a kontroll hiánya az hova vezet meg, hogyha összemosódnak az egyébként szétválasztandó hatalmi ágak. Inkább csak az a kérdés ott, hogy most ez politikai háborúba torkolik, miközben ugye ott is az amerikaiak elvárása az lenne, hogy legyen valamilyen megegyezés, konszenzus. Hát a legfontosabb ügyekben. Ezt ki is jelentették, hogy ők nem fognak mi cirkuszt csinálni mindenből. Most a kongresszusban megtehetnék, tehát ezt nem dőlt még. De ilyeneket mondanak. Egyébként meg abban nem értünk egyet, hogy a politikus azért politikus, és azért jól fizetett, és azért kap különös figyelmet, sokkal nagyobbat, mint bárki más, hogy meg tudja fogalmazni a mondatait úgy, hogy azt ne lehessen kiforgatni, ne lehessen félremagyarázni. Tehát igenis, egy politikus Magyarországon is és Amerikában is gondolja végig, hogy mit mond, és hogyha butaságot mond, vagy hülyeséget mond, akkor annak viselje a következményeit. Donald Trumpot megválasztották úgy, hogy rengeteg butaságot, otrombaságot mondott, és viselte a következményeit. Tehát akkor mi a tanulság egy politikus számára? Az a tanulság, hogy még egy kicsit pofozgatnak minket, mint az egeret, mert hogy az embereket félre lehet vezetni, főként akkor, hogyha valakinek a kezében van a tájékoztatás. Itt a vége. Összehoztuk az amerikai félidős választásokat a magyar közigazgatási bíráskodás új rendszerével. Köszönöm szépen, élmény volt. Dömsödi Gábor, Tüttő Kata és Hatházi Ákos voltak ma a vendégek. Önök meg a nézők, hogyha jól reméltem. Viszontlátásra!